Februárban a fogyasztói árak átlagosan 8,3%-kal meghaladták az egy évvel korábbit. Utoljára 2007. augusztusában volt ilyen magas az infláció, közölte szerdán a Központi Statisztikai Hivatal. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 1,1%-kal nőttek. Ezt többnyire a két évvel ezelőtt beköszöntött koronavírus járványnak köszönhetjük, de az elkövetkezendő időben nagy mértékben befolyásolja majd az alakulást a szomszédos országban zajló háború is. Hogy Oroszország és Ukrajna Európa két legnagyobb mezőgazdaság és élelmiszer előállító országa. Búza vonatkozásában az Európa 30%-át, kukorica vonatkozásában 17-20%-ot, és az olajos magvak tekintetében közel 50%-ot termelik meg. A hazai élelmiszerpiac védelme érdekében Magyarország több lépést is megtett, ilyen volt az élelmiszerástopp, valamint az utóbbi napokban exporttilalmat vezetett be a kormány a gabonákra. Ez mind a magyar ellátásnak a biztosítása érdekében és az állattenyésztésnek a takarmány szükséglete érdekében volt ezekre az intézkedésekre szükség. Intézkedéseket hoztunk Magyarország élelmiszer ellátási és energiaellátási biztonságának szavatolására is. Kiviteli korlátozást léptettünk életbe a gabona területén. A kormány kiemelt támogatást biztosít a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatoknak, hiszen a világjárvány alatt meg tudtunk előzni mindenfajta ellátási zavarok kialakulását, és nem engedjük, hogy a háború alatt bármifajta nehézségek legyenek Magyarország élelmiszerellátásában. Magyarország gabonatermesztés szempontjából dupla akkora mennyiséget termel meg, mint amennyit tulajdonképpen felhasznál. Viszont a háborús helyzet sajnos azt eredményezte, hogy rendkívüli módon még megugrott a gabonáknak az ára, és külföldre is nagy tételekben szeretnék kiszállítani. Mivel Ukrajnában a háború hatására nem tudjuk, hogy egyáltalán be fognak-e takarítani gabonát, ezért vagyunk kénytelenek a hazai mennyiségeknek a védelme érdekében ezt az intézkedést megtenni. Az azonban tisztán látszik, hogy a kormány által bevezetett élelmiszerárstopp sikeres volt. Összehasonlításként egy példa, 2020 és 2021-ben az áremelkedés dobogóján a napraforgó étolaj és a margarin állt. Most ugye a napraforgó étolajnak az árát megfogta az élelmiszerárstopp, tehát hogyha a tavalyi évvel összehasonlítjuk, akkor tavaly március és az idei ár 10%-a, tehát idén 10%-kal magasabb az étolajnak az ára, viszont a margarinnak az ára, amit nem fogott meg az élelmiszerárstopp, a duplájára emelkedett, tehát 100%-os áremelkedés volt ennek a terméknek a piacán. Azok a termékek, amelyekre nem érintett az árstopp, liszt vonatkozásában, vagy pék áruk vonatkozásában ilyen 20-30%-os áremelkedés volt az utóbbi időszakban. Azok a termékek, amelyekre a tej vonatkozásában nem vonatkozott az árstopp, szintén ilyen 18-20%-os emelkedés vonatkozott. Viszont nem csak a hazai előállítású élelmiszerek esetében figyeltünk meg az áremelkedést, hanem a külföldről behozott élelmiszerek esetében, déli gyümölcs, kávé, tea, alkoholos italok, pezsgő esetében is minden esetben látjuk az áremelkedésnek a hatását. Tehát egy átlagos magyar család egy normál nagy bevásárlás alkalmával körülbelül 15-20%-kal fizet többet ma a boltban, mint tavaly ilyenkor. Mindezek mellett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke azt mondja, élelmiszerhiány nincs, és nem is várható Magyarországon. Egyelőre élelmiszerhiány Magyarországon egészen biztos, hogy nincsen, és azt gondolom, hogy ezek a megfontolt kormányzati intézkedések hatására, én azt gondolom, hogy biztonságban is vagyunk. Az azonban szinte biztos, hogy az élelmiszerárak már nem nagyon fognak csökkenni, legalábbis nem mostanában.